Zarándoklatra gyülekeztek május 13-án kora reggel a hívek. Ezernél is többen indultak gyalog Pécsről Máriagyüdre. Másodszor vagyok itt. Tavaly végigmentem, azt gondoltam, hogy nem fogom bírni. Most úgy jöttem, hogy bírom, de nem tudom. De azt gondolom, hogy ilyenkor a közösség és a hit olyan nagy erőt ad, hogy viszi az embert. És tehát annyira nagy élmény ez, hogy már most sírok mindjárt. A legfiatalabb zarándok minden bizonnyal a 16 hónapos Ilona, aki édesapja hátán tette meg a 25 kilométeres távot. Végigviszem terv szerint a kislányomat, egészen Máriagyüdig, ahol a család többi tagja csatlakozik, és megünnepeljük a Szentmisén a sikeres zarándokutat. Míg a testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk, a szemlélet még nem osztály részünk. Ám bizalommal tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ezért is igyekszünk kedvében járni. Akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszék előtt, hogy ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, az szerint, hogy jót vagy gonoszat tette. Az zarándok út mindig a megtérés útja is, a tisztulás útja. Olyan jó fölidézni az zarándoklásoknak az élményét, amikor észesen vesszük, ahogy telik az idő, ahogy a lépések száma növekszik, közben az embernek az agya, a szíve, a lelke kezd tisztulni. Nem önmegváltás ez, hanem készé tesszük magunkat arra, hogy az Úristen rendeléséből ki tudja az egyház papja fölöttünk mondani a feloldozásnak az igéjét. Az egyéni felajánlásokon túl a zarándoklat idei célja, hogy az imádságokon keresztül a mindennapi Isten kapcsolat elmélyüljön. Ilyenkor hagyományosan egy-egy célt jelölünk meg a zarándoklat céljaként, azon túl, hogy Mária kegyhelyre megyünk, hogy mindenki hordozza szívében az ő kéréseit, kérdéseit, szeretteit. Ebben az esztendőben az egyházmegye elmondatára próbálunk figyelmet fordítani, verjetek gyökeret Krisztusban, erősödjetek meg a hitben, illetve a húsvét vasárnap indított imaszövetséget szeretnénk hordozni. Talán furcsának tűnik, hogy az imádságért imádkozunk, de bizony ez is egy hitbéli döntés, és a hitben szeretnénk megerősödni, éppen a hitasszonyától kérve példát. Bizalommal kérjük Isten emberi zarándokutunk eredetét és végső célját, és mondjuk, kísérd Urunk kegyesen utunkat. Hátizsák, esőkabát, túracipő és imakönyv a kézben. Ezek a zarándokok legfőbb kellékei. Amint egy 1000 méteres sor csepergő esőben indult el Máriagyüdre, az emelkedőkkel is nehezített 25 kilométeres táv imádsággal teli teljesítése üzenet. Hogy ilyen zarándoklaton el kell indulni, végig kell menni, mert az ember lelkének jót tesz. Hát én nagyon szeretem megnézni a Máriagyüdi kegyhelyet, és én fontosnak tartom, hogy ide minden évben eljöjjek. Miközben a gyalogosok útra keltek, a biciklis zarándokok még csak gyülekeztek a pécsi székesegyháznál. Pont idén van a fatimai megjelenésnek a 100. évfordulója, és nekem ez is közbe játszott, hogy eljöjjek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. A pécsi egyházmegyei zarándoklatot 2009 óta szervezik meg, évről évre egyre többen zarándokolnak a kegyhelyhez. Kihagyás nélkül minden évben megtartják ezt a zarándoklatot. Egyben az egyházmegyéért is, annak papságáért, a családokért, és olyan sok felajánlás, imádság, áldozat, amit magukkal hoznak az emberek, az út viszontagságai. 2017-ben több mint 4000-en vettek részt az Udvardi György által celebrált ünnepi szentmisén. A főpásztor a boldogságkeresőket arra intette, meg kell tisztítani a lelket, hogy a valódi boldogságra találjanak. Ennek egyik módja a zarándoklat, amikor a felesleges terheket leteszik a résztvevők, és csupán a tiszta vágyjal a boldogságra érkeznek a boldogságos szűzanyához, aki minden hívő példaképe.